sokan jönnek, és nagyon hálásak érte, hogy ihatnak finom székesfehérvári csapvizet. Ingyenes víz stand a Városháza mellett. Nem először költözött ki a fehérvíz. Tavaly 20 000 pohár fogyott el, és 100 kg citromot használtak fel. Egy nap 3 000 pohár fölött szoktunk kiosztani, tehát a délelőtti időponttól az esti zárásig, és ez, hogyha 6 nappal megszorozzuk, hát vannak melegebb napok, meg nagyobb tömeg van kint, akkor többet nyilván kiosztunk, 20 000 körüli pohár el fog fogyni idén is a 6 nap alatt. A Városgondnokság pedig a közterületek tisztántartása, takarítása mellett a színpad, a hang és a fénytechnikát is biztosítja, illetve faházakat és sörpadokat telepítettek a térre. Emellett a forgalomkorlátozáshoz szükséges útlezárásokat is a Városgondnokság szakemberei építik ki. A királyi napok ideje alatt, ami augusztus 14-től 20-áig tart, közel 40 kollégánk dolgozik, szinte folyamatos készenlétben vagyunk, annak érdekében, hogy sikeres legyen a rendezvény. A rendezvények ideje alatt a mentőszolgálat is a téren lesz. Áram és vízvételi lehetőséget biztosítanak a belváros szívében, és a nyilvános mosdó használat, mobil toalettek is a látogatók rendelkezésére állnak.